Sziasztok! Üdvözlök mindenkit! Geszti Karolina vagyok, és ez a Mancsvár Kutyaiskolának a szerdai ingyenes online órája. A mai napon a szavazatok alapján a kutya és gyermek kapcsolatról lesz szó, és ez egy nagyon érdekes téma, hadd kezdjem azzal, hogy ez az egyik kedvencem. Természetesen azért, mert gyermekként nekem is volt kutyám, és az egyik legjobb dolog volt szerintem a gyerekkoromban az, hogy kutyákkal élhettem együtt. A szüleim nagyon szerették az állatokat, úgyhogy mindig volt nálunk valamilyen befogadott kutya. És természetesen, ahogy az lenni szokott, nekem is volt egy szívem csücske, a Bogi kutya, aki egy keverék tacskó volt, viszont nagyon-nagyon sok mindent csináltunk együtt, és nekem ő gyermekkoromban, én úgy éreztem, hogy az egyik legjobb barátom volt, hiszen a gyerekeknek ugye nagyon sok olyan esemény van az életében, amit nehezen tud mondjuk feldolgozni, vagy úgy érzi, hogy nehézség, még akkor is, hogyha minden klappal körülötte, és ez mindig nagyon jó volt megosztani a kutyámmal, mindig jó volt, hogy van kihez fordulnom, mindig van, aki meghallgat, és megért engem. Én azt éreztem, hogy ő mindig megértette azokat a dolgokat, amiket neki mondtam. Úgyhogy azért nagyon jó ez a téma, és azért szeretem ennyire, mert szerintem fontos az, hogy egyrészt mindenkinek legyen kutyája valamilyen formában, mert ahogyan az előző egyik videóban is elhangzott, önismereti útnak abszolút kiváló a kutya-ember kapcsolat, de hogy ezen kívül még jobb az, hogyha már gyermekkorban megtanul az ember ugye egy állattal kommunikálni, egy állattal együtt élni. Természetesen, ha ez egy kutya, és nem egy egyéb állat, akkor sokkal könnyebb helyzetben vagyunk. A buddhizmus szerint, hogyha gyereket szeretnél, akkor először egy növényt nevelj föl egészségben, utána egy állattal tudjál együtt élni, egy állatot nevelj föl, és utána mindenképpen jöhet egy gyerek. És én ezt abszolút hiszem és vallom, hiszen a növényeknek, szerintem a növényeknek is van, ahogy én tanultam, van érzelemvilága. Valahol vannak érzéseik, akármilyen furcsa hangzik, meg lehet, hogy van, aki ezzel nem ért egyet. Különböző kísérletek bebizonyították, hogy impulzusok vannak a növényekben is, és reagálnak a külső környezetükre. David Attenborough, meg aztán pláne nagyon sok videóban bemutatta ilyen természetfilmben, hogy milyen különleges képességei vannak a növényeknek, és bár azt hiszük, hogy nem mozognak, mégis kimondottan mozgékony élőlények ők is. Hát a kutya ennél azért természetesen még mozgékonyabb, még nagyobb az érzelmi világa, sokkal több a szükséglete, mint egy növénynek, és ugyanígy szüksége van szeretetre, mint ahogyan egy növénynek vagy egy gyereknek. Úgyhogy ha az ember egy növénnyel már jól hogyha egy növényt már jól fel tud nevelni, hogy úgy mondjam, akkor utána igen jöhet egy kutya. A kutya után, meg ha már az is jól működött, és igazán kiegyensúlyozott harmonikus kapcsolatban éltetek, akkor mindenképpen javaslom, hogy legyen gyerek is természetesen, hogyha van rá lehetőség. Hát, hogyha nincsen gyerek, mert olyan is előfordul, hogy az embernek nem lehet gyermeke, akkor is otthon a lehetőség, hogy legyen egy kutyád. Ugye sokszor kérdezik tőlem, hogy én mit gondolok arról, hogy a kutya az olyan-e, mint egy gyermek. Hát nem, semmiképpen nem olyan, mint egy gyerek, hiszen mások a szükségletei, mások az igényei, viszont gyermekként lehet szeretni, és ebben abszolút ezt gondolom. És a kutya és a gyermek kapcsolata meg aztán abszolút egy különleges dolog. A gazdának is, már hogy éppen egy anyának, ugye, egy nehéz helyzet, de mindenképpen különleges, mert nagyon sok olyan feladatot állít elé, amit egy kutyával sokkal könnyebb megoldani, én azt gondolom, de aztán mindenképpen egy gyermekkel is meg kell oldani ezeket a dolgokat, csak hát ugye a kutyának könnyebb elmagyarázni, ha már jó a kommunikáció. Úgyhogy a gyermek és a kutya kapcsolatában olyan általános információkat szeretnék elmondani, amit azért sokan tudtok szerintem, de nem baj, egy kis elméletfrissítés. Nem elég a kutyát nevelni az adott helyzetben, hogyha a gyermek mellé érkezik egy kutya, vagy már van egy kutyád, és ott van, és megérkezik egy gyermek, hanem mindenképp a gyereknek is meg kell tanítani azt, hogy a kutyának milyen szükségletei vannak. Nem piszkálom, amikor ő a helyén fekszik, nem rohanok felé, nem szaladok el előle, nem adok neki enni csak úgy, felügyelet nélkül, meg pláne nem. Tehát elég sok olyan szabály van, amit azért a gyerekeknek is be kell tartania, hogyha egy kutyával akarnak együtt élni. De
De a kutyának vannak ugye sokkal nagyobb feladatai, amiket elsősorban meg kell tanulni. Amit ugye a gazda fog neki megtanítani, illetve hát az anya vagy az apa, gyermek és kutya, anyja vagy apja. Tehát a kutya és a gyermek kapcsolata nagyon szép, nagyon-nagyon különleges, és abszolút a szülőkön, a felnőtteken múlik, hogy ez milyen irányt vesz. Ugye beszélhetnénk arról külön, hogy milyen az, amikor gyermek van a családban, és egy kutya érkezik. Beszélhetnénk arról, hogy milyen, ahogyan említettem, hogy kutyád van a család, kutya van a családodban, és gyermeket vársz, és jön a gyermek. Ezek nehéz dolgok, mert nem tudom, hogy éppen egy fél órában melyikről is meséljek, mi legyen az, amivel kicsit bővebb információt tudok nektek átadni, úgyhogy ez így hatásos is legyen, és tudjátok használni. És nagyon sokszor megkeresnek ezzel a két problémakörrel, de én mindig azt szoktam mondani, mikor valaki megkeres, hogy az egyéb problémákat is beszéljük át, hogy mik azok a dolgok, amik még a kutyátokat jellemzi, vagy hát a kapcsolatotokat, mert én abból tudok igazi képet kapni arról, hogy mi a fő probléma forrás, mi a gócpontja annak, hogyha esetleg ez a kapcsolat, a gyerek-kutya kapcsolat félelemmel tölt el, nem úgy működik, ahogy te szeretnéd, minden esetre nem olyan harmonikus, mint amilyen lehetne, mint amilyen lehetőségek ebbe vannak. Tehát így azért nehéz erről beszélni egyedül egy kamerához igazából, mert mindig attól függ ez a téma, ahogyan minden más problémakör és azok a témák is, amiket korábban megbeszéltünk, hogy az adott kutya, az adott személyiség, a gazda és az ő személyisége, a kettőjük közti viszony és kapcsolat, az hol áll. De én azt tapasztalom, hogy ezzel lehessen mégis valamiről beszélni, én azt tapasztalom, hogy a legtöbb esetben a viszony az, ami nem egészen egyértelmű a kutya és a gazda között. Tehát a viszonyt kellene rendezni, ezt így is hívják, hogy viszonyrendezés. De mit jelent ez? Mindenképp fontos tudnunk, és erről is már beszélgettünk korábbi videóban, hogy a kutya egy másik faj. Egyszerűen más a gondolkozásmódja, más kultúrából érkezett, tehát másképpen működik, mint egy ember. Ezért mondom, hogy nem lehet gyermekként kezelni, viszont lehet gyermekként szeretni. Ezért mondom, hogy más az igénye, és más a gondolkozás módja, tehát nem reagálhatok rá ember módjára. Ugye, mivel mi emberek egyfajta hierarchikus, lineáris hierarchiában élünk, most nem jut eszembe hirtelen, mert a farkasoknak van lineáris hierarchiája. Itt van a nyelvemen. Hálózatos, ez az, tehát hogy az emberek hálózatos hierarchiában élnek, tehát van egyfajta kompetencia határ, amiben még a családtagok dönthetnek, függően attól, hogy mennyi idősek és mire képesek. Ugye mit jelent az, hogy kompetencia határ? Dönthet bizonyos dolgokban egy bizonyos határig, viszont vannak olyan dolgok, amikben már nem dönthet. Egy 12 éves gyerek dönthet arról, hogy milyen színeket használ egy rajzhoz, hogy hogyan csomagolja be az adott iskolai felszerelést, mert neked aztán tök mindegy, hogy ez csak legyen meg, ugye? Tehát azt a határt nem lépheti át, hogy nem csomagolja be, azt a határt meg pláne nem lépheti át, hogy úgy dönt, hogy ő iskola után nem hazajön, hanem éjfélig elmegy bulizni. Egy 12 éves gyerek. Hát mindenkinek szerintem a frász jönne rá, hogyha egy ilyenben dönthetne egyáltalán a gyermeke. De most a kutyánál is hasonló a helyzet ilyen szempontból, hogy vannak bizonyos határok, amiket nem léphet át, és nem is akar átlépni, csak vannak olyan viszonyok, ugye, amiben ő kénytelen ezeket a határokat átlépni. Ugye, ahogy beszélgettünk róla korábban a kutya, mint jéghegy résznél, hogy vannak, minden kutyának farkas az őse. Erről is beszélgettünk már. Ezzel a farkas ősöktől örökölt genetikai ösztönök, azok, amiket ugye magában hordoz, és ilyen igénye a kutyának az például, hogy ösztönös igénye, tehát egy ösztön, hogy irányítója legyen. Nem létezik kutya, aki ne akarna egy főnököt, egy irányítót, gyakran mondják falka vezérnek, ugye, de én nem szeretem ezt a szót, szerintem már ezt is megbeszéltük, nem itt fogom kifejteni, de hogy szüksége van egy vezetőre. Ez a vezető bizonyos kiváltságokkal rendelkezik, bizonyos ismérvei vannak, hogy milyen egy ilyen vezető. Hogyha én ezzel nem vagyok emberként tisztában, akkor a kutya keresi ezt a valakit az ő családjában, de ha nem találja meg, muszáj neki annak lennie. Na most, hogyha én vagyok egy cégnek a vezetője, akkor kérdezlek titeket, hogy mit szólnátok ahhoz, hogyha bármelyik alkalmazottatok egyszer csak megjelenne az egész családjával kérdezés és minden nélkül, és úgy próbálna meg dolgozni.
Én azt gondolom, hogy ez semmelyik pláne nagyobb vállalatnál nem működőképes. Vannak lehetőségek, hogy szóljál, ilyen-olyan indokkal bevidd magaddal a gyerekedet, de hogy mindenképpen a vezetőségnek a szemét fogja szúrni ez a helyzet. Tehát, hogyha éppen kutyád van és gyermek érkezik a családba, akkor ha a kutyád azt gondolja, hogy ő a vezető, ő az irányító ebben a családban, akkor biztos, hogy nehézségbe fogsz ütközni. Hogyha van gyermeked, és kutyát fogadsz magadhoz, akkor egy kicsit könnyebb a helyzet, de még ott is elcsúszhatnak a dolgok. A gyerek sajnos, mivel nem elég tudatos, és semmiképpen nem rendelkezik olyan irányítói ismérvekkel, amire a kutyának szüksége van, ezért számára a gyermek az egy olyan falkatárs lesz, akivel ugye a viszonyát szintén megpróbálja megbeszélgetni a maga módján. Na most ilyenek például az, hogy hagyja békén a fekhelyén. Na most egy kutya biztos, hogy szólni fog valahogyan, hogyha neki ez kellemetlen, de egy jó kutya elsősorban a gazdáját fogja megkérdezni, hogy ő mit szól hozzá, hogy a gyerek ilyen közel jött hozzá, és a pihenő idejébe, a pihenő helyén, vagy úgy egyáltalán abban a hangulatban, amiben most van, ez a gyerek zavarja őt. Nem fog egyből szólni, legalábbis morogni, meg oda kapni. A legtöbb kutya nem viselkedik így, mert ösztönös igénye szintén, ami a jéghegy példánál is elhangzott korábban, a harmóniára való törekvés. Tehát ők alapvetően nem agresszívak, semmilyen kutya nem agresszív alapjáraton, nem így születnek, hanem valamilyen okból kifolyólag, általában stresszből kifolyólag így reagálnak, tehát idegesek lesznek, és ő nem tudja azt mondani, hogy kérlek, menj innen, légy szíves, hagyj békén, mert engem most ez zavarsz, ez fáj, az fáj, amaz fáj, nem tudom, fáradt vagyok, pihenni szeretnék, nem tudja verbálisan kifejezni ugye ezeket a dolgokat, úgyhogy testjelzéssel próbálkozik. A testjelzések nem működnek, mert egészen másképpen jelzi ő a testével, ha valami nem tetszik, ugye mi emberek fölteszik a tenyerünket, hátrébb lépünk, ez náluk nem így működik, és hogyha gazdaként, szülőként nem látjuk ezeket a testjelzésekben az információt, az üzenetet, mert nem tudjuk dekódolni az ő kódolt információját, ugye a kutya kommunikációs videó is volt, abban hangzottak el ezek a tényezők, ugye adóvevő, csatorna, üzenet, ilyesmi, kódolás, akkor ha nem tudom kódolni gazdaként ezeket a dolgokat, akkor a kutya egy ponton kénytelen lesz morgással, vagy esetleg egy odakapással reagálni. Nem gondolom, 99%-ban egy kutya nem bánt gyereket, ez is egy kódolt információ bennük, szukát és kölyköt nem bántunk. Az, hogy ők jelzik egymás között testjelzésre és egy-egy ilyen rámorrantással az adott viszonyt, az adott helyzetet, az csak akkor van, és csak azért van, mert egy vezetői pozícióban képzelik magukat. De ők azért képzelik magukat egy ilyen pozícióba, mert a gazdák bizonyos viselkedéssel úgymond elhitetik vele, hogy ő egy vezető pozícióban van. Ezeket a dolgokat azért még meg fogjuk beszélni, meg korábbi videóban is elhangzottak, bár ezt inkább magánoktatás során sokkal egyszerűbb, mert ugye minden kutya más, más személyiség, más az adott problémakör, de az öt kiváltság, amit birtokolni kell egy gazdának, amit ha nem a gazda birtokol, akkor a kutya fogja birtokolni, az ugye az élelemhez való jog, a területhez való jog, a privát cselekedethez való jog, ugye a szaporodáshoz való jog, hanem mondjuk ha gyermek érkezik, akkor azért már ott kiesik, tehát az úgy mondjuk furcsa is lehet egy vezetőbeosztásban lévő kutyának, hogy mit keres itt egy ilyen kölyök, amikor ez a jogkör úgymond az enyém, illetve a döntéshez való jog. Tehát a döntéshozatal irányítás jogköre is ide tartozik, mint kiváltság. Na most ez az öt dolog, és ennek az öt dolognak a birtoklása, úgymond egy egyirányú utca, tehát vagy én birtoklom ezt, vagy a kutyám birtokolja, vagy valamelyik családtag, de olyan nincsen, hogyha én nem csinálom, akkor a kutya nem fogja csinálni. Neki szükséglete, ugyanúgy, mint az élelem, a víz, ugyanennyire szükséglete az, hogy legyen egy irányítója, aki megmondja, hogy mi jó és mi rossz, és mihez kell alkalmazkodni, hol vannak a határok, meddig tartanak ezek a határok. A kutya szerintem egész jól elpróbálja ezeket mondani a gazdájának. Ő azért birtokolja ezeket, mert más nem birtokolja, és ki is mutatja a gazdája felé testjelzésekkel, ugye, mert máshogy nem tudja kifejezni magát, hogy ezt még mindig én birtoklom. Ilyen például, ha eldobom a labdát, és ő nem hozza vissza, hanem lefekszik, és néz rám, hogy ez az én labdám, ugye? Ez a privát cselekedethez való jog, én nem fogok neked alkalmazkodni, nem fogod ezt a labdázási döntéshozást, hogy úgy mondjam, birtokolni, ezt a kutya birtokolja ilyenkor.
De ezt nem azért csinálja, mert rossz a kutya, hanem azért, mert ezzel próbálja elmondani, hogy ezt a két kiváltságot ő birtokolja, vedd észre, és kérlek, vedd át, mert én nem akarok egy ilyen pozícióban lenni. Miért nem akar a kutya alapjáraton vezető pozícióban lenni, bár a korábbi hagyományos kiképzésben folyton ezt tanították, hogy a kutya mindig fölfelé törekszik. Ez nem igaz. Senki nem akar vezető lenni, vagy szerintem közületek sem akar sok mindenki vezető lenni. Nagyon jól el vagytok abban az életben, amiben most vagytok, abban a közegben, amiben most éltek. Nem mondom, hogy nem jó a saját főnöködnek lenni, de hogy ezt az egész országot, ugye ez a mi nagy falkánk, ugye a magyar társadalom, ezt irányítani, hát ez borzasztó nagy felelősség, ugye, és ez nagyon sok stresszel jár, tehát igazából mi is örülünk annak, hogy van egy választott főnökünk, és ha nem lenne, pláne ebben a vírusos helyzetben, ami most kialakult, azért elég nagy bajban lennénk, hogy milyen döntéseket hozzunk, hogyan csináljuk ezt úgy, hogy mindenkinek jó legyen. Most képzeljétek el magutokat egy kicsit a kutya helyébe. Milyen lehet neki egy olyan vezető pozícióban létezni ebben a világban, aminek a nagy részét nem is érti? Fogalma sincs, mi az a villamos, mi az a busz. Ő nem fog tudni olyan döntéseket hozni, hogy téged hogyan védjen meg és miként, miközben te kisétálsz egy ajtón, és egy kerítés, egy fal közétek fog állni, és ő nem fog tudni megvédeni. De ebből alakul ki nagyrészt a szeparációs stressz. Tehát a gyerek-kutya kapcsolatnál mindenképpen a felnőtt az, akinek irányítania kellene jól megmondani, hogy hol vannak a határok, mind a gyereknek és mind a kutyának. A kutya határai ezekkel a kiváltságokkal nagyon jól karban tarthatóak, illetve szerintem, ami nagyon-nagyon fontos, és ez már a gyereknél is nagyon fontos, az a kommunikáció. És ezt nem akkor kell letenni ezeket az alapokat, amikor már megszületett a gyermek, mert akkor sokkal nehezebb. Fáradt az ember, főleg a gyerekre próbál odafigyelni, stb. Nagyon sok minden befolyásolja ilyenkor az életünket. Én azt gondolom, hogy ezt mindenképp egy kicsit korábban kell elkezdeni. Már ha van kutyád, akkor el lehet kezdeni már akár ma, vagy holnap, hogy helyre tud tenni a kommunikációt. Hiszen nem egy olyan nagy dolog ez, én azt gondolom, egy közös nyelvet kialakítani a kutyával. Ugye a közös nyelv alatt, ezt már korábbi videóban megbeszéltük, de egy kis ismétlés az sose árt. Tehát arról beszélek, hogy mi emberként, ugye, mint faj, verbális lények vagyunk, a kutya pedig, mint faj, ő egy testbeszéddel, tehát nonverbális jelzésekkel kommunikáló állat. A kettőnk között ilyen szempontból van egy nagyon nagy szakadék, amit azért át kellene ívelni. Hogyha most nem működne a videóhívás, akkor is a csatorna, a hangjelzés, ugye, a verbális jelzések átmennének, és megértenétek, hogy miről beszélek. Hogyha én ezt most mutogatással próbálnám ezt a témakört nektek elmagyarázni, én is elég nagy bajban lennék. Hogyha siketnémák lennénk, akkor lennének bizonyos kézjelzések, testjelzések, ugye, amivel tökéletes pontossággal el tudom nektek mondani a gondolataimat, de mi nem ide tartozunk, ugye, tehát nem vagyunk siketnémák, tehát nem testjelzéssel kommunikálunk, hanem verbálisan. De a kutyánk meg akkor is testjelzéssel. Na most ezt a szakadékot úgy tudjuk átívelni, mivel a kutya egy nagyon intelligens állat, és ez is a jéghegyes példában elhangzik, hogy a kutya nyelvzseni. Tehát nagyon könnyen és nagyon jól meg tudja érteni a verbális dolgokat. Létezik olyan kutya, aki 4000 szót tud megkülönböztetni, ami egy elég nagy teljesítmény. Egy 3 éves gyerek értelmi és érzelmi szintjére felhozható egy kutya, ami szerintem nagyon nagy dolog, mert ilyenkor már gyerekek azért komoly véleménnyel is vannak akár a világról, talán a nagyobb szájúak. Tehát én azt gondolom, hogy egy közös nyelvet ki kell alakítani, és ez a közös nyelv egyfajta olyan verbális hangjelzés, ami nagyon egyértelmű. Mindegy, hogy mit mondasz, csak a hangsúlyod legyen olyan, amit a kutya meg tud érteni. Ugye én most azt mondom nektek, hogy mentőautó, mentőautó, mentőautó. Vagy azt mondom nektek, hogy mentőautó, mentőautó. Ugye hát a hangjelzésemből két egészen más, szélsőséges érzelmet próbáltam ugye itt most megmutatni, és egy adott szituációban mindenképpen egyértelmű lenne nektek is, még ha a mentőautó szót használom is, aminek semmi köze nincsen a szituációhoz, hogy ez nekem tetszik, vagy nem tetszik. Hogyha én ezeket a hétköznapokba beépítem a kutyámnál, minden helyzetben, minden adott helyzetet egy mérlegre állítok, jelzem neki, hogy mi az, ami tetszik, és mi az, ami nem tetszik, mind a kettőt, nem csak, hogy mi nem tetszik,
hanem mi az, ami tetszik, sőt, azt inkább jelzem neki. Tehát amikor a kutya, a gyerek van a közelébe, nem reagál, nem morog, nem néz rá, inkább kedves, próbál közel kerülni, kedveskedni, puszilgatni, van, akinek ez nem tetszik, akkor ugye ne reagál, vagy hát ne úgy reagáljon rá, hogy ez neki szimpatikus. Tehát a szabályokat, azokat ti hozzátok. Mindenki találja ki, hogy milyen kutya-gyermek kapcsolatot szeretne, és ezt állítsa mérlegre. Ez a kutyával való, tehát az a viselkedés, amit most a kutyám folytat, a legkisebb mértékben is ezzel megegyezik, vagy ezzel ellentétes. És erre nagyon figyeljünk oda. Tehát, hogyha van egy gyermekem, akit ugye hazaviszek, az se ott kezdődik ám, hogy hazaviszem, hanem hogy már ott van a pocakban, ugye? És a kutyák nagyon-nagyon jó szaglással rendelkeznek, nagyon jó ezek az érzékszerveik, úgyhogy ő már tisztában van azzal, hogy valami történik, valami változás van a szervezetedben, úgyhogy szerintem már ott el lehet kezdeni ezt a fajta kommunikációt, ugye nem ugrálunk fel. Azt azonnal, ahogy a négy lába felemelkedik, azt negatívan lejelzem. Mentőautó! Ha már a mentőautónál maradtunk. De ahogy lent van a négy lába, ugye? Mentőautó, jaj, mentőautó! Mindegy, mit mondasz, magas, dallamos és hosszan hangzó, kellemes ilyen hangjelzéseket adjál, és a kutya biztos, hogyha van negatív is pozitív, és akkor választani fog, és nem a rosszat fogja választani. Ha közel megy a pocakhoz, hogyha odabújik, hogyha nem tapod rád, ugye, mert nem mászik rád, mert ha már rád mászik, ugye az se megfelelő, én azt gondolom. Lehet neki jelezni, határokat kell állítani a hangjelzéssel. Ha megjön a gyermek, ugyanez, ahogy közeledik, még nagyon szuper, nagyon jó, legyél kedves, legyél érdeklődő, természetesen bújj oda. Én tényleg úgy vagyok, hogy nyalogast, hogyha arról van szó, nincsen ezzel gond. Bár nem mindegy, hogy milyen fajtád van, ugye, mert egy boxernél ez egy kicsit más kérdés, mert nem akarod a gyerek arcát állandóan törölgetni, meg hát sose lehet tudni, hogy mit szagolt, meg hol járt az arca. Úgyhogy azért ez is relatív, hogy ki mit hagy. De most nem erről beszélünk, hanem az a lényeg, hogy te hozod a szabályokat, te mondod meg egyéniségként, személyiségként, hogy hogyan szeretnéd, hogy kinézzen ez a gyermek-kutya kapcsolat, és ennek megfelelően kell a kommunikációdat alakítani. És én nagyon sok visszajelzést kapok arra, hogyha ez ténylegesen hideg-meleg módjára, mint tényleg a gyerekek játszanak hideg-meleg játékot, biztos emlékeztek rá. El kell rejteni valamit, és egy valaki megkeresi ezt az adott tárgyat, és úgy próbálnak neki segíteni megtalálni ugye ezt a tárgyat, hogy különböző fokozatú szavakkal ugye jelzik, hogy ez most jó vagy rossz. Ugye az melegszik, az egyre melegebb, az forró, az tűzforró, az láva, ugye tehát van egy fokozás benne, hogy nagyon jó irányba halad. Hogyha egy ellentétes irányba halad, nem fogja megtalálni a tárgyat, akkor mondják, hogy hideg, egyre hidegebb, vagy langyos hideg, nem tudom, olyan fokozások vannak, hát az már nagyon, hogy jéghideg, az jégverem, tehát ha már nem tudom, északi sarkon vagy, tehát hogy ezt is lehet fokozni. Ha a hangodat használod, és nem a szavak jelentésében keresed a segítséget, mert a kutya nem abban fogja keresni, hanem a hanglejtéseidben, akkor tudod te is őt irányítani. Nem megtalálni kell egy tárgyat neki, hanem ki kell találnia, hogy hogyan kell viselkedni egy adott helyzetben. Most a gyermek melletti helyzet, az még ugye nem csak arról szól, hogy te gazdaként hogyan kommunikálsz, ha már nagyon jó a kommunikációd, akkor is ott van nehézségnek a kutyának a személyisége. Hogy ő mit szeret és mit nem, hogy milyen érzelmi állapotban van, hogy milyen a hangulata, hogy most hogyan reagál az éppen a aktuális időjárásra vagy bármire. Tehát ők is nagyon sokrétűek, és lehet rossz napjuk. Az én kutyámnak is volt rossz napja valamelyik nap, mert egyszerűen fájt a pocakja. És hogyha fáj a pocak, akkor nem viszem gyerek közelébe én sem, mert tudom, hogy ilyenkor ő is nyűgös és fáradt, és nincs hozzá kedvem, egész éjjel nem aludt. Tehát akkor sokkal nehezebb dolgom van. Tehát amire még odafigyelünk a gyermek-kutya kapcsolat esetén, amikor úgymond összeszoktatásról beszélünk, hogy a lehető legjobb körülményeket teremtsük. Nyugalom vegyen körbe, békesség vegyen körbe, ne üvölcsön a zene, ne legyenek zavaró tényezők, hanem pusztán a kutyának arra kelljen figyelnie, hogy hogyan viselkedik a gyermek közelébe. Nos, ha ez kisgyermek, ugye, akkor sokkal nehezebb elmagyarázni egy kisgyermeknek, hogy hogyan viselkedjen, de akkor is, ha már ismered a kutyádat, és jó a kommunikációd, és te mindent megtettél, hogy jó helyzetet teremtsél, a legnyugodtabbat, legbékésebbet, leginkább alkalmasat arra, hogy sikerre vidd ezt a dolgot,
akkor lehet gyakorolni. Megnézni, hogy mik azok a határok, amik a kutyámat már zavarják, és abban a helyzetben akkor lemondani arról, hogy ezt tovább gyakoroljuk, és megpróbáljuk ugyanezt a helyzetet egy kicsit kisebb fokon, majd legközelebb gyakorolni. Tehát hagyni kell időt magadnak is, a kutyádnak is, a gyermekednek is. Nem létezik olyan kiképző, nem létezik olyan nevelési tanácsadó, vagy nevelési tanács, vagy esetleg olyan trükk, vagy tanács, ami azonnal működne bármilyen problémakörre. Ilyen nem létezik. Ez valahol pszichológia, nem egy exakt tudomány, hogy nem tudom, üst fel a tojást, tedd be a serpenyővel, keverd meg, és kész a rántotta. Ez nem így működik, még úgyis el lehet rontani ugye egy rántottát. Meg annak is sokféle változata van, meg lehet még jobbat, meg még többet. Hát a kutyával is. Kutyával ugye nem így működnek a dolgok, hogy adok egy egyszerű receptet. De ami biztos, a gyerek-kutya kapcsolat nagyon szép, nagyon fontos, és nagyon felemelő tud lenni. Visszagondolva, szerintem, ha ti nektek volt a családotokban, amikor gyerekek voltatok kutya, biztos, hogy jó szívvel gondoltok vissza, még akkor is, hogyha a szülők nem voltak teljesen biztosak abban, hogy egy kutyával hogyan kell kommunikálni, hogyan kell bánni, mik azok a dolgok, ami egy gyermek-kutya kapcsolatot igazán felhőtlenné és boldoggá tesznek, de akkor is jó szívvel gondoltok vissza. Tehát igazán elrontani szerintem ezt a dolgot nem lehet. Viszont, vagyis hát ott el lehet rontani, hogyha nem engedem a gyerek közelébe a kutyát. Szerintem az a legrosszabb, ami ebben a dologban történhet. De konklúziónak a kommunikáción nagyon sok múlik. A tudatos hozzáállásomon, ha céljaim vannak, azokat ugye kitalálni, hogy milyen lépések vezetnek el engem ehhez a célhoz. Hogy a hideg-meleg játékkal ugye megmutatni a kutyának, hogy mit szeretnénk, hagyni neki is lehetőséget, a gyereknek is, hogy feldolgozza ezeket, hogy értse, hogy miről van szó, legyetek egyértelműek, legyetek következetesek, és tartsátok be a fokozatosság elvét. Nagyon nem tanácsolnám azt, hogy egy akármilyen békés, kedves kutyát azonnal bedobjatok a mély vízbe, és gyerekek halmaival árasszátok el, mert simán lehet, hogy traumaként fogja megélni. Volt már ilyen tanítványom is, megkerestek ilyen problémakörrel. Tehát nagyon, legyetek tudatosak, legyenek céljaitok, és használjátok a szereteteteket. Én azt mondom, hogy ezen múlik minden. Ha tudod, hogy mit szeretnél elérni a kutyáddal, akkor azt is tudod, hogy mit dicsérjél meg. És itt jön még egy tanács, egy nagyon jó lehetőség. Ha összeírjátok a problémáitokat, vagy azokat a célokat, hogy hogyan szeretnétek, hogy kinézzen ugye egy gyermek-kutya kapcsolat, és akkor leírod azt, hogy érdemes leírni ténylegesen, nem csak fejben összegyűjteni, mert akkor látod igazán, hogy mennyi dologgal kell foglalkozni. Leírom egyesével, hogy nem akarom, hogy fölugráljon, nem akarom, hogy nyalakodjon, ne legyen vehemens, ne bántsa, ne ez, ne az, ne amaz. Én azt tanácsolnám, hogy ahelyett, hogy azt írjátok le ezeket is, de ahelyett, hogy ezekre fókuszáltok, és ez a cél, hogy mit ne csináljon a kutya, ehelyett inkább párhuzamosan írjátok le, hogy mi ennek a pozitív megfelelője. Tehát a nem ugrálásnak ugye a pozitív megfelelője az az, hogyha a négy lába mindig a talajon van. Mert ha én erre fókuszálok, akkor sokkal többet fogom dicsérni. Mert nem azt várom, hogy mikor ugrik föl, és mikor szólhatok rá, és büntethetem, és jön a negatív, ugye? Hanem azt nézem, hogy jé, még mindig lent van a lába. Mentőautó, mentőautó, mentőautó. Nyugodtan, sokszor, többször mondják, hogy ne kényeztess el egy kutyát. De, kényeztesd el, ha jól csinál valamit. Csak amúgy ne. Tehát, hogyha amúgy rosszul viselkedett aznap, megugatta a postást, összeveszett valakivel, húzott a pórázon, hát akkor nem érdemes elkényeztetni. De egy adott szituációban, amikor jól viselkedik, hát kényeztesd el. Ugye nem akarom, hogy nyalakodjon. Mi annak a pozitív megfelelője? Hát amikor zárva van a szája, és a gyerek közelébe van valamilyen formában. Hát akkor mindig dicsérem arra, hogy ő négy lábbal a földön, közel van a gyerekhez, de csukott szájjal, ugye? Tehát, hogy szépen úgy kommunikál, maximum szaglásza és oda dugja az orrát. Ne felejtsétek el dicsérni. Szerintem a legtöbbeteknek a kutyája tud ülni. Akkor is leül, hogyha nem mondod neki. Ezt biztos láttátok már. Van nálad egy kaja, vagy annyira megtanítottad ugye már ezt a dolgot, olyan sokszor dicsérted meg, hogy az út szélén is megáll, és leül magától. Ha sokszor dicséritek azt az adott viselkedést, a kívánt viselkedést a gyermekkel kapcsolatban, amit ti célul tűztetek ki, nem kell állandóan dicsérni bár szerintem érdemes sokszor visszajelezni a kutyának, de az elején nagyon sokszor visszajelzel ezt, és automatikusan cselekedni fogja, mint az ülést, vagy a fekvést, vagy bármi mást, amit már megtanult.
ha azt mondjátok, hogy nem akarjátok, hogy morogjon, vagy nem akarjátok, hogy bántsa a gyereket, ugye, vagy valami hasonló félelmetek van, mert nem biztos, hogy jó megalapozott ez a dolog, lehet, hogy korábban volt már ehhez hasonló, és láttátok, hogy a kutyátok esetleg nem jól reagál a gyermekekre, és amiatt aggódtok, hogy a saját gyermeketekhez mit fog szólni a kutya, akkor javasolnám, hogy gyakoroljatok olyan környezetben, olyan gyermekkel, aki egyrészt idősebb gyermek, de még gyermek, és meg lehet vele beszélni, hogy hogyan kommunikáljon a kutyával. Kezdje először őt megszokni. Aztán váltsatok egy olyan gyerekre, egyre, kettőre, olyanra, aki rohangál, olyanra, aki nem tudom, visítozva játszik, vagy valami gördeszkán nyomul. Tehát egyre nehezebb helyzetekbe vigyétek bele a kutyátokat, és nagyon figyeljétek, hogyha jól reagál. Hogyha úgymond nem reagál igazából semmire, hanem láthatóan inkább csak érdeklődő és kedves. Mert mindig ezen fog múlni, a szereteteteken, a céljaitokon, a kommunikációtokon, semmi máson. Minden probléma, én azt gondolom, hogy ezen múlik, meg egy tudáson, hogy tudod-e te, hogy mit szeretnél? Tudod-e, hogy a kutyádnak mik az alapszükségletei, mik azok a kiváltságok, igen, amik, ha a te kezedben vannak, azzal a te kutyád boldog, mert ő ezt igényli. Mi emberként nem szeretünk basáskodni senki fölött. Nem szeretjük megmondani, mit csináljon, hogy csinálja. Nem akarok ilyen határokat húzni a szomszédomnak, vagy a nem tudom, páromnak, ugye? Mert nem ez a dolgom. De ha kutyám van, ilyen szempontból olyan, mint egy gyerek, szüksége van egy anyára, egy apára, egy vezetőre, aki segíti őt, aki megmondja, hogy ebben a világban mi az a viselkedés, ami a te megelégedésedet szolgálja. Őt semmi más nem fogja érdekelni. Én azt gondolom, hogy minden kutya jó kutyának születik, hűségesnek, az ember legjobb barátjának. Mindig az a célja, mindig azért viselkedik úgy, ahogy épp most viselkedik a kutyád, mert ő azt hiszi, hogy te ezt szeretnéd. Mindig a kutya a gazdának a jólétét nézi, azt nézi, hogy neked megfeleljen. Azért viselkedik így, mert azt hiszi, bizonyos cselekedetekkel akarva, akaratlanul elhitettük vele, hogy ez a viselkedés az megfelelő. Úgyhogy, ha van problémád, nézd meg, hogy mi a probléma. Az öt miért elvével rá tudsz látni a probléma gócpontjára, keressetek rá esetleg az interneten, de lehet, hogy majd lesz ilyen téma is. Akit érdekel, az nyugodtan írjon rám, hogy mi ez az öt miért elve, ez egy nagyon érdekes történet amúgy is, és egy nagyon-nagyon hasznos technika. Én is az egyik továbbképzésemen tanultam, nagyon örülök, hogy most már ez a tudás is a birtokomban van, és át tudom nektek adni. Nézzétek meg a probléma gócpontját, és azzal foglalkozzatok. Szeretettel, tudatossággal. Ha bárkinek lenne bármilyen kérdése, akkor azt keressen meg nyugodtan telefonon vagy üzenetben itt a Facebookon, de akár e-mailt is írhattok a mancsvárkutyasuli@gmail.com-os e-mail címre. Kövessetek a Facebookon, Instagramon és akár a YouTube-on és a csatornámon. Nagyon hasznos dolgokat igyekszem veletek megosztani. A döntés a ti kezetekben van. Szóljatok, hogy milyen témát szeretnétek, ha adott esetben még nem hangzott el, vagy a szavazások alatt nem látjátok, hogy titeket ez érdekelne, de szavazzatok, hiszen én arról fogok beszélni, azt a tudást osztom meg veletek, tényleg amennyire csak tudom, ami titeket érdekel és titeket érint. Úgyhogy találkozunk jövő héten is, várlak titeket szeretettel, osszátok a videót és az ötletet, hogy létezik ilyen is ingyen online oktatás a gazdáknak. Legyen szép napotok és sok sikert a gyerekek és a kutyákhoz. Sziasztok!